Intenzív szlovák nyelvtanfolyamok formájában vadonatúj kezdeményezést indított útjára a Komáromi Ipari Szakközépiskola és a Szakképző és Felnőtt Képző Intézet. A szlovák nyelvoktatásról szakemberek sora alkotott elméletet, gyakorlati módszereket. Beszélünk ezzel kapcsolatban a környezeti nyelvről, a társalgás fontosságáról, ám hatékony gyógyír a mai napig nem született. Az érettségi vizsga viszont minden középiskolásra vár szlovák nyelvből is. Az erre való felkészítést is, de nem csak azt szolgálja, az az intenzív szlovák nyelvtanfolyam sorozat, amelynek első fecskéjeként háromnapos változatát tartották meg Komáromban középiskolások számára. Magyar diáknak kemény dió a szlovák nyelvtanulás. A ragozás, a nemek és a sza-szi szócskák réme elbátortalanítja a gyerekeket. A tanfolyam éppen azért a kommunikációra épült. Résztvevői három napon át kizárólag szlovák nyelven beszélhettek mindazokkal, akikkel kapcsolatba kerültek. Napi 10 órát beszéltek szlovákul, illetve tanultak, játszottak. Megpróbáltunk nekik egy ilyen mű szlovák környezetet létrehozni. Az annyit jelent, hogy minnyáján tudjuk, hogy a legjobb nyelvet tanulni magában, abban a környezetben, ahol ezt a nyelvet beszélik. Megpróbáltuk ezt egy tanfolyamon belül létrehozni, több tanárral és többféle módszerrel. A három nap alatt a lektorok színes, játékos módszerekkel segítették a gyerekeket a nyelvtanulásban és abban, hogy bátrabban szólaljanak meg szlovák nyelven. Minden délelőtt, minden délután 3-3 órát foglalkoztunk velük, ugyanúgy elvittük őket ebédelni, ott is biztattuk őket, hogy inkább szlovákul kérjenek bármilyen ételt, italt. Aztán este is volt nekik egy ilyen foglalkozás, hogy kimentek a városba, játékos módon megismerték a várost, körbejárták, szóval megpróbáltuk minél színesebben átadni nekik azt, hogy a szlovák nyelv milyen, és hogy nem olyan nehéz, és nem kell félni tőle. A komáromi ipariban már évekkel ezelőtt felismerték, hogy a gyenge szlovák tudással bíró gyerekeket intenzívebb formában kell felkészíteni a záróvizsgára. 1-2 évvel ezelőtt ezt úgy csináltuk, a tanítási időben egy hetet a diákoknak ilyen intenzív nyelvtanfolyamra fordítottunk. Ennek az volt a hátránya, hogy így elestek az osztály által átvett többi tananyagból, mert hát ők nem az osztályjal voltak, hanem külön voltak csoportokban és szlovákoztak. Aztán próbálkoztunk olyasmivel is, hogy délutánonként, annak az volt a hátránya, hogy fáradtak voltak a gyerekek. És hát most jött egy ilyen ötlet, hogy megszerveztünk a tavaszi szünidőben egy 3 napos intenzív szlovák nyelvtanfolyamot. Az első intenzív nyelvtanfolyamon a komáromi ipari 6 diákja vett részt, akik annak ellenére, hogy a tavaszi szünetjük néhány napját fel kellett áldozniuk a szlovák nyelvtanulás oltárán, nem is érezték magukat olyan rosszul a 3 nap alatt. Meglepően jól, rosszabbra számítottam, de jó, kár, hogy vége van. Nagyon sokat beszélgettünk családról, hobbiról, szabadidőről. Segített, hogy jobban megismerjem a szlovák kifejezéseket, és már segített ennek a tanulásában is. Nagyon sokat beszélgettünk, játszottunk, ugye ezt mind szlovákul. Kimentünk a városba, körbejártuk a egyéb híres szobrokat. A tanfolyam eredményének felmérésére egyszerű módszert alkalmaztak. A gyerekeknek ugyanazokra a kérdésekre kellett válaszolniuk legjobb tudások szerint a tanfolyam elején és végén egyaránt. Mindezt kamerára vették, így aki nem hiszi, könnyedén utána járhat, mennyit javult a fiúk kifejező készsége. Beszélni, és játékos módon azért megpróbáltuk rávezetni őket, és tényleg az, hogy ne féljenek. Nagyon fontos nekik megérteniük azt, hogy merjenek megszólalni, és ez szerintem sikerült. Az a cél, hogy egyszerűen a szlovák nyelvet a gyerekek minél jobban elsajátítsák, és ne legyen problémájuk ezzel. A szervezők szeretnék folytatni az ilyen intenzív nyelvtanfolyamok szervezését, annál inkább, hogy a szlovák nyelvtanulás ezen formája iránt nagy az érdeklődés.